Most először tartott jótékonysági koncertet a Kincses Kert óvoda. Eddig is segítették a szülők a munkájukat, azonban most új hintával szeretnék gazdagítani az udvari játékok körét. Nagyon nagy öröm számomra, hogy nem csak szülők érkeztek, hanem nagyon sok gyerkőc van, és nagyon örülünk annak, hogy tulajdonképpen a zene mindenkit megfog, és hatalmas nagy élményt nyújt majd ez a gyerekeknek is. Ugyanis a tünde úgy válogatta össze a zenedarabokat, hogy a gyerekeknek is jól értelmezhető zeneművek legyenek. Évek óta gyűjtünk az udvari játékok felújítására. Tavaly mérlekintát vásároltunk, ugyanilyen szülői adományból, előtte a homokozót újítottuk föl, idén pedig két tüléses hintát, lengőhintát szeretnénk vásárolni az adományból. Új Laki Tünde kisgyermekkora óta szeret zongorázni, a zene az élete részét képezi. A mostani műsora vidám, gyerekek számára is élvezhető dalokból állt. Nagyobb felelősséget érzek ilyenkor, mert tudom, hogy most nem csak ismerősök, barátok jöhetnek, hanem ugye most például egy óvodának rendezték ezt a jótékonysági koncertet, úgyhogy a szülők, a gyerekek, bárki bejöhet egy ilyen koncertre, és igazából ez az első ilyen hivatalos koncertem. Szeretnék olyan dalokat játszani, amik tényleg megörvendeztetik az embereket, és ki tudnak egy kicsit kapcsolódni. És mivel ugye a gyerekek is jönnek, ezért igyekeztem Váldízni zenékből is összeválogatni pár ilyen slágert. Nem szeretek kottát olvasni, és jártam 6 évig zeneiskolába, és próbálták a tanárok megszeretetni velem azt, hogy kottából játszani, de én folyamatosan mindig csak az újukat néztem, ahogy tanítják, és próbáltam hallás után játszani ezeket a darabokat is, és mindig akkor voltam boldog, amikor már fejből ment egy darab, mert én nem tudom párhuzamosan nézni a kottát és a kezeimet. Hallás után én nagyon gyorsan meg tudok tanulni egy darabot, tehát én nem is mondanám azt, hogy bekorlátoz, inkább az, hogy a klasszikus zene terén korlátozna be, de mivel olyanokat nem játszok, hanem tényleg ilyen filmzenéktől kezdve igazából bármit, ezért inkább nagyobb szabadságnak élem meg, mint korlátnak. Folyamatosan végig kísérte a zene az életemet. Most a gyönyörűen feldíszített koncertteremben igazi vidám zene szólt, olyan, amelynek ritmusa, dallama mindenkinek mosolyt csalt az arcára.